Nagyértékű életmentő készülék került a Beledi Sportegyesülethez. Defibrillátort vehetett át a Beledi Sportegyesület. A készülék közel 600 ezer forintba került. Az összeg tartalmazza az oktatás költségeit is. Hoztuk ezt a csodát, ami nem csak a sok leadását, hanem a mellkas kompressziót is végig kíséri, az életmentő összes lépését segíti. Én azt vallom, hogy legyen kiképezve minden sportoló is, hiszen hogyha valami történik a pályán, akkor ők vannak a legközelebb egymáshoz. Jelenleg 5000 tanítványunk van, és az 5000 tanítványból már jó néhány kipróbálta, hogy milyen élőben újraéleszteni. Nyilván nem választották meg a szituációt, de sikeresen tudták használni a tudást, illetve a defibrillátort, és ezáltal kívánjuk itt is növelni a túlélés esélyét, úgyhogy nagyon nagy szeretettel szeretném ezt átadni. Remélem csak dísznek lesz, mert egyébként szép. Viszont, hogyha használni kell, akkor ugye a délután második felében meg lesznek a megfelelő személyek, akik képesek használni, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt is itt lehetünk. Köszönöm szépen. Varga Erika, a Defibrillátor Plusz Kft. Kereskedelmi igazgatója elmondta, könnyen elsajátítható a műszer használata. A készüléket ugye defibrillátornak hívjuk, ez nagyon lényeges kérdés, mert az újraélesztéshez kell az újraélesztés ismerete, tehát a légzésfelmérés, utána egy stabil mellkas kompresszió, majd ugye a defibrillátor használata. Defibrillátor használata nagyon könnyű, mert van benne mellkas nyomás érzékelő is, úgyhogy a teljes folyamatot támogatja ez a készülék. Készülékről néhány gondolatot, hát mit kell tudnunk róla? Ez a Zola ED Plus nevezetű készülék, szoftvert frissíthető verzió. Ugye a defibrillátorok nagy része EKG analízist csinál, és eldönti, hogy sok leadása jogos volt, vagy nem. Ez a készülék ezen kívül támogatja a mellkas kompressziót. Ugye amennyiben jól csináljuk a mellkas kompressziót, az újraélesztésnek az esélye 80%-kal nagyobb, és az életmentőnek nagyon nagy segítség a folyamatos kontroll a mellkas kompressziót illetően. Gál Péter, a Beledi Sportegyesület elnöke elmondta, baj esetén jó, ha kéznél van a defibrillátor készülék. Készüléket az MLS által támogatott látványsportág, mint labdarúgás társasági adóból fedeztük. Erre kaptunk pályázat útján pénzt, és ugye az önrészt hozzátéve a Beledi Sportegyesület fogja megvásárolni. Sajnos a Beledi Sportegyesületen már történt haláleset, futballista hunyt el, és úgy gondoltuk, hogy akit már egyszer ugye megmartak, így jó az. Elővigyázatosságból szeretnénk, ha lenne egy ilyen készülékünk. Ne kelljen használni sohasem, lógjon ott fenn a falon, egy magabiztosságot áraszt felénk, hogyha ne adj Isten bajban legyen mihez nyúlni. Ne tétlenül áldogáljunk a pályaszélén és várjuk a segítséget, hanem legyen mihez nyúlni. Ezért gondoltunk arra, hogy beszerzünk egy ilyen készüléket. Hogyan választották ki azokat, akiket most kiképeznek majd néhány órában a készülék használatára? A honlapon meghirdettük a tanfolyamnak az elvégzését, ugye ez egy ingyenes tanfolyam, ezt feltettük a honlapra, és oda lehetett jelentkezni az edzőknek. Kötelezővé tettük a tanfolyamnak az elvégzését, mert hát mégis ők vannak a gyerekekkel, ők tudják használni a készüléket. Az elnökségi tagok is nyitottak voltak rá, ők is vállalták a tanfolyamnak az elvégzését, és még van plusz 2-3 fő, aki ingyen jelentkezett, és ingyen el fogja végezni a tanfolyamot, hogy tudja használni a készüléket. És mikor helyezik üzembe, tehát mikortól lehet használni a készüléket a sportpályán? Ez a készülék szerintem a tanfolyam elvégzése után egyszerre ki fog kerülni a sportpályára, és hozzáértők bármikor hozzáférhetnek, és segítséget nyújthatnak nem csak a sportegyesületnek, a labdarúgóknak, hanem szerintem az egész város lakosságának igénybe vehetik, mert ez a készülékkel a város bármelyik pontjára 3 perc alatt oda lehet érni. És ha gond van, segíteni kell, mi segítenénk bármelyik beledi lakosnak, sőt, vagy a környékbeli lakosoknak is.